A hagyományokhoz híven karácsony közelettével idén is adománygyűjtő akciót szervez a Tolnai Római Katolikus Plébánia Caritas csoportja. Az Egyesület vezetője Kovács Füri Margit elmondta, a koronavírus járvány miatt korlátozottak a lehetőségeik. Helyi élelmiszerüzletekben gyűjtöttünk tartós élelmiszert, segítettek ebben sokat a tolnai gimnazisták, de ebben az évben a COVID miatt ezt most nem tudjuk megtenni. Ugyan egy kicsit előre mentünk a dolognak, és októberben már végeztünk egy gyűjtési napot, akkor is összejött egy valamennyi élelmiszer, ami kipótolva a Pécsi Egyház megyétől kapott pályázati pénzünkkel, tulajdonképpen már nagyjából sikerült az élelmiszereknek a nagy részét megvárosárolnunk, de hát várjuk szeretettel még az adományokat, hogy többet tudjunk hoztani. Ugyanis évekkel ezelőtt 220 főnek tudtunk, vagy kézház családnak tudtunk csomagot adni karácsonykor. Hát most ebben az évben ez nyilván, hogy kevesebb lesz, mert nem tudtunk annyit biztosítani. A csoport továbbá templomi gyűjtést is szervez. Egyszer a Szent Erzsébet ünnepén volt egy nagyon szép hangversenyünk, és ennek abból befolyt összegből is tudunk élelmiszert vásárolni. Aztán a templomban van lehetőségünk kitenni egy kis ö, kiállítást, ami, ami tulajdonképpen képes lap, egymillió csillagos ö, gyertya, azon kívül az asszonyok által készített kis termékek, amit adományként tudunk adni, és várjuk érte az adományt. Na most ez nyilvánvalóan, hogy amikor a templom nyitva van, akkor lehetséges, és pénzadományt is elfogadunk a logunk ellátott persere. A járványhelyzet miatt a karitás tagoknak nincs lehetőségük a helyi boltokban személyesen adomány gyűjteni. Az üzletekben kihelyeznénk gyűjtődobozokat, mivel nem tudunk tartós élelmiszert, ha aki úgy gondolja, hogy szán erre az alkalomra a mi segítségünkre lesz, és pénzadományjal járul hozzá, azt a két élelmiszerüzletünkben megteheti, és akkor ezeket a pénzösszegeket pedig tartós élelmiszerre fordítjuk, és a december 10-én már csomagoljuk, és utána majd megkapják a rászorulók. Még egy lehetőségünk van, az az angyalbatyú mozgalom. Ez már tényleg évek óta zajlik, és nagy szerencsénkre tavaly is ebben a család segítő segített nekünk, hogy megérkeztek Pécsről, olyan helyekről, ahol nem tudják az angyalbatyukat odadni. Ez egy dobozban elhelyezett ajándék, megnevezve, hogy milyen korú és milyen nemű gyereknek szól ez az ajándék és a Pécsi Egyház megye összegyűjti, és a vállalkozó ö, csoportoknak, karitás csoportoknak odadja, és mi ezt mindig felajánljuk, hogy akkor ehhez még a család segítő jótékonysági akciójához mi ezzel hozzájárulunk. A Tolnai Karitás csoport vezetője elmondta azt is, hogy magánszemélyektől is rendszeresen kapnak felajánlásokat. Csomagokat, ö, ö, úgy kapják meg a rászorulók, hogy előtte levelet küldünk, értesítést küldünk nekik, hogy mikor kapják meg, mikor tartózkodjanak otthon feltétlenül, és ebből ne legyen gond, hogy utána mégse kapják el szeretettel, szeretnénk továbbítani. Ugyanezt történik, ha te minden évben lebonyolították, tavaly és az idén már nem lehetett a szeretett vendégséget ami tulajdonképpen egy nagyon szép karácsonyi együttlét szokott lenni. Na most valamiképpen pótoljuk ezt is csomagokkal, és ugyanígy, tehát kapnak levelet, és csak azok kapják, akiknek tudjuk a megfelelő létszámban biztosítani a csomagokat. Úgyhogy várják, akkor szeretettel, de legyenek ott, hon, amikor jönnek a, a, a csomagosztók.